Szeretném bemutatni az ország egyik koronázatlan showmanjét, kinek ezrek látogatják még ma is a koncertjét. Előadó művész, családapa, aki azért elég laza. 1974. január 11-én idehoztak engem haza. Egy valódi oktató, bár nem épp töltőtó koptató, véleményem szerint nincs is hozzáfogható. És mit mond a légynek, aki pehes? Bőbeszédű figura, az önkifejezés mestere. Nyilván elég megosztó is a jelleme. És mi az a szó, amit nem hagyna ki sose? Lássuk hát. Mari! Főhősünk bátor, kemény. Ezt láthattuk már tőle, bár néha úgy viselkedik, mintha a világ összedőlne. Oké, mondjuk ezt az érzést azért én is jól ismerem. Jaj, azt mi nyújtja a nyelvét rám, drága jó Istenem! A nyelvérzékétől pedig el is áll egyszerűen a szavunk. Amikor megérkeztünk a Mária Stinter Frasséra, akkor azt láttam, hogy úristen, ez nem a falunk. Összehord még annyi sok zöldséget. Tulajdonképpen a Rómeó és Júlia az egy cigány történet. Még bíbor színben tündököl ez a fajta művészet. Egy meg nem értett költő költészet.